Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében azt mondta, nagy öröm számára, hogy egyszer ennyi hölgyet ünnepelhet. Külön megköszönte Filoné Ferenc Iboly a polgármesterasszony munkáját, aki a város által szervezett valamennyi eseményhez, rendezvényhez, hasonlóan a március 8-ai program sikeréért is sokat dolgozott, virágcsokorral is kedveskedett a polgármesternek. Nőnap alkalmával vagyunk itt, ez nálunk a városunkban, a kedves Bonyhádi városunkban, ez már hosszú évek óta szokás. Korábban a művelődési központban tartottuk a ünnepséget, csak úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb igény van rá, úgyhogy most már talán harmadik éve, nem vagyok biztos benne, a városi sportcsarnokba rendezzük meg, ahol hát mintegy 700 hölgyet várunk. Tele lesz a lelátó, tele lesz az aréna, és egy neves művész, Király Viktor fog énekelni ma este nekünk. Az összes jelenlévő hölgy vendég virágot is kapott a koncert után. Ahogy most már hosszú évek óta én fogom köszönteni a hölgyeket, de ma meglepetésként államtitkár úr is el fog jönni, és ő is köszönteni fogja szintén a hölgyeket. Minden férfinak szerintem ez jár a fejében. A nők azok, akik rendet tesznek, szelídséget hoznak egy családba. A nők adják a gyermekeinket, a nők gyakorlatilag a kisgyermekkortól a felnőttig, a nagymamáig, a dédnagymamáig a legfontosabb szereplői egy családnak. Ők a kovásza, ők tartják össze a családot. Etus nénit, aki a rendezvény legidősebb résztvevője volt, vagy ahogy elhangzott, a legrégebb óta fiatalt, Szabó Tibor alpolgármester külön köszöntötte egy csokor virággal.